Ezek a hegek életem végéig emlékeztetni fognak arra, hogy koraszülöttként jöttem a világra. Csobán Lorenának hívnak, és 23 évvel ezelőtt édesanyám 7. terhességi hónapjában, mert úgy gondoltam, hogy nekem meg kell ismernem ezt a világot, és idő előtt vágtam bele az életnek nevezett nagy kalandba. Mert az első pillanatban megfordult velem a világ, mivel a megszokottól eltérően farfekvéssel születtem. Annak ellenére, hogy 2 kg 30 dekát mutatott a mérleg, mégis súlyos problémáim voltak. Abban a kis, gyenge felszereltségű, szakember hiánya a küszködő kórházban, ahol megláttam a napvilágot, az orvosok és a nővérek lemondtak rólam. És csak annyit tudtak tanácsolni a szüleimnek, hogy ők is nyugodjanak bele a megváltoztathatatlanba. De a szüleim nem adták fel a reményt, és 12 naposan, vállalva a kockázatot, elvittek egy nagyobb város, jobb felszereltségű kórházába, ahol meg is találták a probléma okát. Ott kiderült, hogy az előzetes diagnózis, miszerint a teljes mellkasomat kitöltő óriás szívvel rendelkezem, téves. Mivel a rekeszizomsérvem következtében az egyébként egészséges esetekben a hasüregben elhelyezkedő szerveim felcsúsztak a mellkasomban. És ezt látták először óriás színnek. 13 naposan megműtöttek. Esélyt kaptam arra, hogy azt a hátrányt, amivel születtem, ledolgozhassam, és egészséges, boldog, teljes életet élhessem. Ezzel a filmmel arra akarom felhívni a figyelmet, hogy igenis minden egyes embernek szüksége van arra az esélyre, amely kezébe adhatja egy csodálatos és fenséges valamit. Az emberi életnek a kulcsát. És ezt az esélyt mindenkinek meg is kell kapnia. Hogy valójában hol is van ez az esély? Az aggódó szülők szívdobbanásában, az édesanyák ölelésében, valamint az orvosok és a nővérek áldozatkész, gondoskodó munkájában. Nagyon pici volt, 450 g-mal született, elég sokáig volt vérben, szipakon, oxigént kapott egy darabig, vissza-vissza esett, de szépen fejlődött, és most voltak bent a módkoriban, egy hónapja körül lehetett, amikor láttam a gyereket, nagyon aranyos, gyönyörű, értelmes, nagyon szépen fejlődött, érdeklődött minden iránt, nagyon tetszett neki ott bent a napocskánk, ami ott forog. Úgyhogy nagyon szépen fejlődik, tényleg nagyon aranyos baba. Tamással nagyon meglepődtünk, amikor kiderült, hogy terhes vagyok, mert nem gondoltuk, hogy ennyire könnyen fog menni a dolog. Úgyhogy Panna igazi nászutas baba. 26 hetes terhes voltam, amikor elmentem terhes gondozásra, ahol egy kicsit magasabb volt a vérnyomásom. Megvizsgáltak, a professzor megvizsgált, és azt mondták, hogy megpróbálják még 3 napig húzni a szülést. Mert mivel nagyon pici még Panna, a tüdeje nincs kifejlődve, ezért adnak tüdőérlelőt. Szombatra volt kitűzve a műtét, tehát a császármetszés.
péntek éjszaka az elég kritikus volt, tehát ott már gondolkoztak, hogy megműtsenek-e, mert a vérnyomásom egy halomgyógyszerrel is nagyon magas volt, de végül szombatig csak sikerült kihúzni, és szombat reggel délelőtt elvégezték a császármetszést, és akkor megszületett a kislányunk, 45 dekával, illetve 30 centivel. Én úgy gondoltam, hogy nekem kellene egy kis erőt sugároznom Ágiban, mert az őszintén megvalva ramatyul nézett ki. Nagyon be voltam idézőjelbe tolva. Magán a műtéten nem voltam bent, viszont kint voltam a szülőszoba előtt, és csak annyit láttam az egészből, hogy egy nővérke, egy nagyon bebudulált, nagyon pici babát visz le egy ilyen lélegeztető maszkkal. Tehát annyira be volt bugyolálva, hogy nem is láttam Pannából semmit. És akkor egy kicsit megkönnyebbültem, hogy úgy néz ki, hogy egyelőre nincsen semmi gond. Nem is számítottunk rá. Problémák utalhattak rá, hogy korábban fog, de igazából erre nem lehet számítani. Főleg így, hogy 25 hétre született. Először 6 hetesen bevéreztem, akkor vetélésre gondoltak, nem vetéltem el, aztán 20 hetesen megint bekerültem ide. Akkor sem történt úgy semmi baj, tehát elállt a vérzés, rendben volt minden. És 24 hetesen szerda este begörcsöltem, és erős vérzések voltak. Hát akkor kezdődött a probléma. Ő 650 grammal született. 11-én Valentin napon születtek, és két lányom van, ikrek. 1970 és 1980 gramm. Tehát a súlyukkal végül is nem volt, hál' Istennek, probléma. Az egyik lányomnak nem volt légzése, lát a légzése, amikor megszületett már egyből. Tehát nagyon kellett vele ide felsietni, azért, hogy lélegeztetőgépre tegyék. Hát, hogyha nem ide születik, vagy nem ilyen hasonló technikával, akkor nem is maradt volna meg. Január 24-én született a kisbaba, a kisfiú. 1 kg 80 dekával, 42 centivel, 32 hét 6 napra. Jelen nem volt pont előtte, hogy koraszülött lesz, de olyan 24 hetes koromtól elkezdett minden nap, szinte rendszeresen keménykedni a hasam. Ezt jeleztem a védőnőnek is, ő elküldött egy vizsgálatra, ott nem mondták, hogy valami, hogy miért is keményzik a hasam. Persze utalt a védőnő rá, hogy lehet, hogy nyitott a mély szájam, ezért is küldött be egy vizsgálatra, de hál' Istennek nem volt semmi. Hogy semmi jele, hogy de most koraszülött lett, de sajnos így sikerült. Február 27-én születtek Iker lányaim. A 34. terhességi hetet kezdtem, 33. terhességi hetem után. 1800 gram súlya mind a kettő. Mióta vagyunk itt benn? Hát most azt mondja, hogy hétfők, egy szerve, csütörtök, egybe folynak a napok, péntek, és ma van szombat 6. napja. Dr. Balagyai vagyok, a Debreceni Szülészeti Klinikán a neonatológiai tanszéknek a vezetője. 1977 óta foglalkozom koraszülöttekkel, és ennek a tanszéknek 1999 óta vagyok a vezetője. Európai szintű gyógyítás folyik a szülészeti klinikán. Az eredményeivel
együtt. Ennek az oka egyrészt az, hogy kialakult egy olyan gárda, amelybe beletartozik a takarítónő is, beletartozik a műszerész, a nővérke, az orvos, de beletartozik a család is. Na most ezt a gárdát hol kell elhelyezni? Lehetőleg közel a szülőszobához. Tehát elhelyeztük a szülőszobára, és olyan elvek vannak, amelyek vállalhatók mindenki számára mindenhol. A Debreceni Szülészeti Klinika az első olyan klinika, ahol a gyermekek, az érett újszülöttek az anyukájukkal voltak. Azt mondjuk, hogy az egészséges gyermeknek joga van, hogy az édesanyjával együtt legyen, szeressék egymást, meg az anyukának is, hogy a gyermekével együtt legyen. Akkor ugyanezt a kérdést föl kell tenni egy 1 kilós gyermek esetén is, hogy joga van-e annak a gyermeknek, hogy az anyukájával együtt legyen és fordítva. Tehát mi itt a szülészeti klinikán semmi más nem csináltunk, csak lekupíroztak azt, amit az érett egészséges újszülöttekkel teszünk. Azaz, hogy az anyuka a beteg gyermekével is éjjel-nappal együtt lehet. Nem egy kórteremben, mert a respirátort nem tudjuk bevinni a kórterembe, de legszívesebben olyan kórtermeket tudnék elképzelni, ahol az egyik ágyon az anyuka fekszik, a másik inkubátorban a respirátoron meg a koraszülöttje. De az anyuka éjjel-nappal bejöhet, az anyuka éjjel-nappal megsimogathatja, megnézheti, segíthet a nővérkéknek, amikor már egy kicsit erősebb. Tehát ez az, amiben mi másak vagyunk, hogy ami az érett újszülötteknek is megadatott, azt megpróbáljuk a beteg koraszülötteknek is megadni. Na most az anyukákat nevelni kell, nem születnek úgy, hogy ők mindent mindjárt tudnak, hogy hogy néz ki egy respirátor, mi az az oxigén, de 3-4 nap alatt azért nagyon szépen elsajátítják, és vagy mi leszünk tagja a családnak, vagy ők lesznek tagjai a mi gyógyítók és csoportunknak, de valami mégiscsak kialakul. Na most, hogyha arról beszélünk, hogy egy 500 g-os miben különbözik egy 1 kilóstól, mind a kettő egyszeri és megismételhetetlen, élet és élet között semmi különbség nincsen. Tehát minden, azért esküdtünk, arra esküdtünk, hogy mindenkit segítsünk. Tehát akár egy egészséges élettúlszülőtől van szó, akár egy koraszülőtől, a mi feladatunk az csak egy lehet, hogy túléljen, mert az érettek is meg tudnak halni, és egészségesen éljen túl. Tehát, hogy úgy mondjam, etikailag, morálisan, lelkileg egy egészséges újszülött pontosan éppen olyan, mint egy 500 g-os koraszülőt, csak az 500 g-os koraszülőtnek nehezebb lesz az elkövetkezendő 3 hónapja. Nehéz az, hogy minden nap életekről kell dönteni, és nem csak arról, hogy túlélnek a gyerekek, hanem hogy milyen minőségben élnek túl. Hát a legkönnyebb dolog az, amikor egy egészséges gyerek iskolás korában visszajön, és csak meg kell simogatni a fejét. Két hete. Most már. Volt, hogy hétvégére hazamentem, vagy éjszakára, így hétköznap, de állandóan bent vagyok azon kívül. A babának rengeteget számít, hogyha ott van az anyukája mellette. Ezt mi is tapasztaltuk. Először, mikor hazamentem, ugye nem lélegeztetőgépen volt, hanem egy érzékelő van rajta azóta is, és ejtette a szaturációját. És ahogy visszajöttem, beléptem az ajtón, normális lett. Úgyhogy megérzi, hogyha vele van az anyukája. Amennyi időt itt tud tölteni, az apuka bent van, és nagyon szereti az apukáját, már most látszik. Nevet, hogyha az ölébe van. Ha cumisztotta, mert volt rá példa, akkor is jól érezte magát. Látszik a babám, hogy repülni tudna. Még így, a 4 gyerek közül még csak ő volt így. A 3 azokkal semmi baj nem volt. Hát nehéz, hogy a 3 otthon van, persze 2 belőlük óvodás.
így nehéz bent lenni, de viszont itt muszáj. Szerintem érzi ő is. Szerintem megérzi ő is, hogy ott vagyok mellette. Többször van fent, nézeget, nem tudom. Szerintem érzi ő is. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségük van rám. Kicsi gyermekeim vannak otthon, egy majdnem 4 éves és egy 1,5 éves kislány. Igyekszünk úgy csinálni, hogy bent tudjak maradni folyamatosan, teljesen, tehát még egy óra hosszára se eltűnni a gyerekek közeléből, a kicsik közeléből. De szerintem ez menni is fog, mert ők azok, akiknek most a leginkább szüksége van rám. Olyan kis elsimulósak. Többször volt, hogy sírósak voltak, és akkor ott maradtam velük az inkubátor mellett, simogattam őket, énekeltem, nyikorogtam nekik, nem énekeltem, mert azt nem mondhatom éneklésnek, és megnyugodtak. Fejünk, szoptatunk, etetünk, fejünk, etetünk, szoptatunk, körülbelül ennyi a változatosság a programban. A Debreceni Egyetem Szülészeti Klinikájának neonatológiai tanszékén vagyunk. Gyöngyi nővér vagyok, 25 éve dolgozom az egyetemen, intenzíves nővérként. Szeretném bemutatni az osztályt. A Neonatális Intenzív Centrum a Szülészeti Klinika épületében az első emeleten helyezkedik el, közvetlenül a szülőszoba alatt. Az itt született kora és újszülöttek állapotuknak megfelelően az intenzív, illetve szubintenzív osztályon vagy a Rumigin osztályra kerülnek. Ha az újszülött állapota intenzív ellátást igényel, perceken belül az intenzív osztályra kerül, de előtte még a szülőszobán stabilizálják az állapotát. Az osztály felszereltsége nagyon jó. Minden kisbeteget tudunk monitorizálni, többfajta lélegeztetőgépeink, inkubátoraink vannak, melyek megfelelnek a mai európai szintű ellátásnak. Jól képzett orvosok, nővérek, összehangolt team munkája olyan eredményeket ért el a gyógyításban, ápolásban, mely az országban a legjobbak között van. Statisztikai adataink bizonyítják, hogy a mi osztályunkon a legalacsonyabb a halálozás az országban. Kovács Erzsébet vagyok, 12 éve csinálom ezt, de nem mindig itt a szülészeten, hanem egy időben a gyermekklinikán is dolgoztam itt már 6 éve. Ez egy felkérés volt a professzor úr részéről felém, illetve a többiek mindenki felé, aki itt dolgozik, és én ezt elfogadtam is. És jöttem, mert itt csak felszülöttek vannak. Az egyetemen 25 éve dolgozom, 1980-ban kezdtem el dolgozni, és azóta folyamatosan itt dolgozom az egyetemen. A gyerekklinikán dolgoztam 19 évig, és ez a tanszék 1999-ben létesült, és azóta dolgozom itt, ezen az osztályon. Nagyon sok rétűk. Tehát ugye itt vannak kisebbnél kisebb babák végül is. A szakirányú feladatok is, ugye egy itt aki mellettem, ő géppel lélegeztetett infúziót, injekciókat kap, de vannak már nagyobb gyerekek is, tehát egy csecsemőápolás része is van, és van egy koraszülött szak része is a dolognak tulajdonképpen. Mindig van mit csinálni, tehát egy ember általában 2-3 gyerek jut a súlyosságtól függően. Volt már itt olyan 22-23 hetes maga is, aki szép lett és megmaradt is gyönyörű. 24 héttől már azért általában nem szoktuk elveszíteni őket. Tehát a 24 hét az a kritikus időszak, amikor ugyan életben maradnak, de azért az még elég kritikus időszak. Abból a szempontból, hogy egészségesek lesznek-e.
nagyon nehéz, mert nagyon hiányoznak, meg hiányzik a család. Meg hát az is nehéz, hogy ugye én kint vagyok az osztályon, a gyerekek ide bent, nincsenek velem, nem lehetek mindig velük, nem úgy van, mint egy egészséges újszülöttnél, hogy az anyukánál van, megfoghatja, a karjába veheti, hanem inkubátorba csak be lehet nyúlni, meg lehet simogatni. De hát ez ugye egy anyának nagyon rossz. Egy anya élete az odatok, ez pedig megszületik a gyerek, onnantól kezdve a haláláig kész aggódás végig. A nagylányom tegnap volt bent, és hát nagyon fájt a szívem, mert úgy jött be, hogy nem is köszönt nekem, hanem közölte, hogy ő már pedig most szeretne bemenni a kis testvérehez, és meg akarja puszilni a kicsi lábikójukat. Nem ezért fájt a szívem, mert ennek örültem, hanem azért, mert azt kellett, hogy mondjam, hogy nem szabad. De az nyugtat, hogy úgy néz ki, hogy hamarosan kijövünk az intenzívről, tehát most már még persze napok kérdése, de nagyon szépen haladnak a lányok, és hogyha onnan kikerülünk az intenzívről, akkor már egy szabadabb mozgástér lesz, és ha még csak üvegen keresztül is, de már megnézheti őket, és akkor szépen fokozatosan be tudom vezetni a családba ezt a két kis pirinkót is. Ami szerintem itt a ilyen helyzetben a legnagyobb segítség, az az ember párja, és a családja. A másik a szobatársak, akikkel folyamatos kapcsolatban van. Emellett a nagyon fontos az, hogy az orvos mit mond, hogy van a baba, nagyon-nagyon fontos az, hogy a nővérek, az ápolónők mit mondanak a babáról. Ez és főleg itt az ápolónők és a nővérek azok, akik a baba állapotával kapcsolatban fontos, hogy mit és hogyan mondanak el. Én megmondom őszintén, hogy én az a típus vagyok, aki maximálisan őszinte vagyok. Tehát ha probléma van, akkor igenis megmondom, hogy most baj van, most probléma van, de ki lehet belőle lábalni. Tehát szerintem ez a legfontosabb, hogy mindig őszinte legyen az ember, és akkor nem éri vállalkozni. Persze próbáljuk a jobbik oldaláról, igen, tehát ha egy icipici kapaszkodó is van, tehát elmondom a rosszat, de azt mondom, hogy de nézzük a másik oldalát, mert viszont a másik oldala az már jobb, tehát az egy picit fejlődtünk is annak ellenére, hogy visszaesett esetleg az állapota, és ők ebbe tudnak kapaszkodni. Tehát nem biztos az, hogy ha én elmondom neki a rosszat, ő lehet, hogy abban is a jót látja. Tehát az ő lelkük annyira másképp gondolkoznak, mint mi, hogy tehát ezek később derül neki, mikor visszajönnek, és elmondják, hogy de ő akkor nem is fogta ezt fel, hogy mekkora a baj. Ő csak azt értette meg, amit ő hallani akart, amit ő tudni akart, és mindig azokban az apró jó dolgokban kapaszkodnak. Úgy tudják ezt az egészet túlélni tulajdonképpen. Az orvosok is rengeteget tudnak segíteni, hogyha elmondják, hogy a babával mi van, ha biztatnak minket, meg a család, hogyha jön látogatni. Máshogy nem. Csak így érzelmileg. Gyakorlatilag semmi nincs kifejlődve a probléma, a lélegeztetés, az emésztésünk, a keringésünk, a veseműködés, a szemük fejlődése, az agyuk fejlődése. Tehát gyakorlatilag egy ilyen kicsi babának probléma van, tehát őt ott a problémája. Sem szokni nem tudnak még, sem normálisan, ugye eddig levegőt venni sem tudtak, pláne a kettőt összekoordinálni, azt még nekik meg kell tanulni. Szóval ég és föld a különbség. Meg hát a gyerek súlyában, nagyságában, kinézetében rengeteg a különbség. Egy normál időre született baba általában azért babásabb, tehát formásabb, kerekebb a feje, meg úgy azért ilyen kis hurkás, meg mondjuk még a születési pillanatában nem, de egy-két nap alatt már eléri azt a tipikus babás kinézetet. Ő nekik azért kell egy kis idő hozzá. Sokkal nagyobb-nagyobb odafigyelést igényel, legalábbis ez az intenzív ellátási szakasz, amiben mi vagyunk, ez sokkal nagyobb odafigyelést, higiénés odafigyelést, egyszerűen több törődést, több gyengétséget igényel. Óvatosan, de határozottan
ne félelmekkel jöjj a gyerekhez, ez is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy intenzív, mivel hogy nem te vagy folyamatosan a gyerekeddel, nagyon fontos az szerintem, hogy minél többször simogasd, szeretgesd. 3 évvel ezelőtt született, 25 hétre 490 grammal. Egy olyan aranyos kislány, aki szerencsére már 3 éves. Ami nagyon jellegzetes volt erre a kislányra, hogy mindig nagyon kis élénk volt, mozgékony volt. És én főleg ezért is emlékszem ilyen élénkkel rá. Visszajárnak rendszeresen a szakrendelésre, tartjuk a kapcsolatot. Legutóbb egy hónappal ezelőtt láttam. Egy nagyon kis értelmes, mosolygós, szépen fejlődő, korának megfelelő kislány. Ott van. Az én számomra három olyan nap volt, aminek nagyon örültem ez alatt a 4 hónap alatt. Az első az az ágyival kapcsolatos, amikor láttam, hogy már fel tud állni az ágyból, és már akkor látszott, hogy jobban van. A második napra, meg a harmadikra már konkrétan emlékszem, dátumilag is, a Spannához köthető május 1-én volt, ugyanis akkor adták ki. Akkor mondta a nővér, hogy fogjam meg. És leültettek egy székre, és a vállamra fektették. Hát az nagyon, az egy csodás nap volt. A harmadik pedig a június 19-e, amikor hazaengedték őket. De egyébként ami fantasztikus dolog volt még, amikor először levették a lélegeztetőgépről, és az inkubátoron keresztül meghallottuk azt a kis macska nyávogás, nem is tudom mihez hasonlítani, tehát egy icipicike kis hang, ahogy elkezdett sírni, mert ugye amíg lélegeztetőgépen volt, addig nincs hangja, mert ugye le van vezetve ez a cső a tüdejébe. De hát az valami fantasztikus érzés volt. Jelenleg 8 hónapos volt, 16-án. 25 hétre született, 830 grammal. Benne vagyunk ebbe a, nem tudom, hogy mondják, milyen injekció ez, ami egy programban. Az őszi és a téli hónapokra, minden hónapban van egy ilyen védőoltás, immunrendszer erősítő, vagy nem tudom. És ebbe a programba beleestünk. Úgyhogy minden hónapban megkapjuk ezt az egy szurit, és még jobban védi a szervezetét. Most minden rendben van, fejlődik, hízik, nő, most már szépen. Mindig azt mondják, hogy szépen fejlődik. Nagyon megijedt mindenki. Igazából nem is tudom, hogy mit is mondjak, mert én olyan állapotban voltam, hogy szinte nem is tudom, hogy mi történt otthon sem, meg itt sem. Nem tudom. Azt az egy hónap nekem nagyon kiesett. Az egy hónap. Az első hónap az nagyon kritikus. Nem vagyok valami erős idegrendszerű, és inkább ott tudtam ezt. Hogy mi lesz, hogy lesz a továbbiakban. Mindig arra mentem be, hogy na most mi történik. Nem tudom mennyi idő, mikor megszületett utána, mennyi idő múlva kinyílt a botalja, de az gyógyszeres kezeléssel be tudták zárni. Ebben a nővérek nagyon sokat segítettek. Ott bent a NICZ-be is, itt kint is, a gyerekágyon, hát maga család. Nagyon sokat beszéltek hozzánk, elmondták, hogy mi várható, hogyha mikor kinyílt a botol is, akkor is. Mondták, hogy nyugodjak meg, mert gyógyszeresen
be tudják zárni, esetleg, hogyha nem záródik be, akkor kell a műtétre kerül sor. Az a nap az megint biztos, hogy borzasztó volt, mert azt lelkileg átélni, hogy egy olyan pici, hogy még akár egy kiló sem volt, és akkor már műtéten essen át, azt szerintem felfogni csak az, meg átérezni csak az, aki benne van. Hát az, amikor először is a kezünkbe foghattuk, és meg mikor elkezdett enni, szopcsizni, és akkor a leges-legeső szopcsi alatt akkor 20 grammot evett, és azt mondta akkor a professzor úr, hogy ő 5 grammot is örült volna, de ez a 20 gram, ez nagyon jó. Tehát ez volt a legboldogabb pillanat, amikor itt bent voltunk, hát meg a hazamenetel. Nem kell sírni. Nem kell sírni. És csak. Ez a szépség a dolognak. Ez a szépsége, amikor visszajön, és annyit mond, hogy köszönöm, és látom azon a gyerekem, hogy örül. És a család szeme fénye lett, és tudom azt, hogy hetekig, hónapokig dolgoztunk azért, hogy ő legyen a családnak. Hát most már a másfél kilót átléptük, 1540 gram jelenleg. Most már én ki is vehetem, amikor akarom. Persze, ha alszik, akkor nem zavarom. De most már így közelebbi kapcsolat is kialakul köztünk. Hogy egészséges legyen a baba, az a legfontosabb. Minden nap egyre jobb, tehát most már azon a szinten vagyunk, hogy sőt, nem csak minden nap, minden etetésnél, amikor ott lehetek velük, mindig egyre jobb. Mindig éppen az aktuális a legeslegjobb. Rá kellett jönni, hogy itt minden pillanatnak körülni kell, amivel előrébb vagyunk. Panna! Bobika meg a lehetetlen azok a kedvenceik. Idővel ezek a dolgok megszépülnek, tehát az ember már csak a szép emlékekre emlékszik. Igazából így a gondok, főleg így, hogyha ugye teljesen egészséges a gyermeke. Ezek a gondok úgy elfelejtődnek, és éli az ember ugyanúgy a mindennapi életét, mint hogyha egy 9 hónapra született gyermeke lenne. Hát annyi, hogy igazából aki nem tudja, nem is mondja meg, tehát nem is mondaná meg senki ismeretlenül az utcán, hogy ő egy koraszülött kislány. Úgyhogy hát ezért öröknek köszönhetünk a klinikának, ez tény és való, mert ők tényleg mindent megtettek, és nem biztos, hogy ha nem itt születik Debrecenben, akkor is ilyen egészséges gyermekünk lenne, ezt még azért hozzá kell tenni. Tehát felszereltségében és az egész orvosi és ápolónői háttér az egy hatalmas válogatott csapat, és tényleg nagyon-nagyon jól dolgoznak. Úgyhogy talán ennyi. Most már az utóbbi évek, tehát az utóbbi 2 évben ez már a megnyugvás korszak, ami már nem nagyon járunk kontrollokra, évente egyszer megyünk, tehát már ugyanúgy élünk most már, és már vágyjuk az óvodát nagy szeretettel. Azon mondjuk sokat nevettünk, hogy ismerősünk mondta, első osztályban kérték a kislányát, hogy be kellett mindenkinek vinni, hogy hány centivel, hány kilóval született, és ezen úgy mosolyogtunk, hogy esetleg a tanítóni nem fogja elhinni, amikor ott a kilók számához mi majd esetleg nem írunk be semmit, mert ez a valóság, hogy nálunk kilókról nem beszélhetünk, tehát
csak dekákról és grammokról. Most is, mikor mondjuk neki, most, hogy a videófelvételeket néztük, a régebbieket, hogy ilyen pici voltál, és mindig csak ez az első reakció, hogy de most már nagy, Panna, most már nagy. Én szeretem csinálni. Tehát gyerek. Tehát ha fél kiló is egy gyerek.